Zöld óvodák találkozója. Miről szól ez a mai nap? 2016. szeptemberében kaptuk meg a Földművelésügyi Minisztériumtól ezt a kitüntető címet. Ez erre nem pályázni kellett, hanem felkértek bennünket az eddigi 10 éves munkánk alapján, hogy lássuk el a bázisintézményi feladatokat. Ez azt jelenti, hogy az országban már 20 bázisintézmény van, minden megyébe egy, és a mi intézményünk Hajdú-Bihar megyébe látja el ezeket a koordinációs feladatokat, segíti az intézményeket, akár egy ilyen szakmai napon való részvétellel, akár a zöld óvoda pályázatok megírásával, és ezeket a feladatokat látjuk el. A mai nap arról szól, hogy itt vagyunk a bázisintézményben, amelyik Hajdú-Bihar megye bázisintézménye. Mi Téglásról jöttünk, a Báczay Anna városi óvodából, intézményünk is zöld óvoda. Itt tanácskozunk, kicseréljük a tapasztalatokat, azokat a programokat gyűjtötték a kollégák egy csoportba, amit ők ebben az évben, illetve az elmúlt időszakokban végeztek, mint zöld óvoda intézmény, és itt hasznos ötleteket kapunk és adunk is egymásnak. A gyerekek környezettudatos nevelése szempontjából. Füleljétek meg a fákat, keressetek egy fát. Hallgassátok meg, hogy mit mond nektek a fa. Mit csuk a fületek? Neked mit csuk? Hogy vigyázzunk a természetre. Hogyha meglocsoljuk, akkor örül neki. Gyerekkorban nagyon fontos a szemléletmód megalapozása, tehát az óvodai nevelés országos alapprogramja is tartalmaz ehhez kapcsolódóan feladatokat az óvodák számára, de ezen túl saját kezdeményezéseket is tehetnek, melyben a gyerekek környezettudatos életformáját, ez nem csak a környezetre való nevelés, a környezet szeretetére, tiszteletére, védelmére nevelés, hanem az egészséges életmód is a mozgás, tehát tágabban értelmezzük mi ezt az óvodában. Téglás mióta tagja programnak? 2006 óta tagja a programnak, úgyhogy már mi is három éve pályázunk erre, és folyamatosan zöldovodaként működünk. Tehát akkor már 10 év tapasztalat megvan Tégláson is. Mik voltak a tapasztalatok? Hiszen gondolom kezdetben még nem voltak ennyire rutinosak, mint most. Minden évben más-más programmal készülünk a gyerekeknek, illetve más-más szülőket is tudunk ebbe bevonni. Ugye változik a gyerekeknek a száma, változnak a szülők is, ezáltal nagyon széles körben tudjuk népszerűsíteni, nem csak a gyerekek számára, hanem tulajdonképpen a gyerekek által a szülők számára is sok olyan családi programot rendezünk szülők, nagyszülők részére, ahol a saját gondolatainkat és a környezettudatos életformát a szülők számára is megpróbáljuk átadni. Milyen programokra, milyen feladatokra kell most gondolnunk? A vízvilág napjától a madarak, fák napjáig, aztán a föld napján keresztül, a takarítás világnapján keresztül, mindig ehhez kapcsolódva, nem csak egynapos, hanem egy-két hetes projektekben is, témakörökben is gondolkodunk, de nálunk például nagyon népszerű januárban az egészséges életmód hete, hónapja, ilyenkor mozgásos, egészségtudatos ételeket fogyasztunk, mozgásokat, még inkább hangsúlyozik, ami egyébként az egész napunkban is megjelenik folyamatosan. Volt egy bevezető feladat a gyerekeknek, hát jól látható volt, illetve tapasztalhattuk azt, hogy környezettudatosan vannak nevelve, hiszen nem akármilyen üzeneteket hallottak meg a fától. Mióta foglalkoznak ennyire céltudatosan a környezettudatos neveléssel? Mindig is nagyon fontosnak tartottuk a környezetvédelmet az óvodánkba, hiszen látják a környezetünket, zöld óvodák vagyunk, zöld környezetben, hatalmas gesztenyefákkal gyönyörű környezet, a Veres Péter park közelsége is zöldbe borul tavasszal. És először akkor foglalkoztunk fel, amikor kistérségi intézmény lettünk, és a Hortobágyi tagintézményünk is kapcsolódott hozzánk, megerősített bennünket abban, hogy ők is környezetvédő szellembe dolgoznak, és a Hortobágyi Nemzeti Park közelsége, tehát akkor pályáztuk meg először a Zöld Óvoda címet, 2005-ben és 2006-ban kaptuk meg először. És meddig mehet el ez a környezettudatos nevelés, hiszen már a gazdálkodásnál járunk? Ez az óvónők ötletességétől függ, és ezt tudják, hogy az óvónők ötletessége kimeríthetetlen. Most volt a Földvilágnapja, pontosan 2 nappal ezelőtt. Most egy kiállítást láthatunk, ahol a hulladékokból csinálnak hasznos és látványos anyagot. Hogyan találják ki ezeket a látványosságokat? Tulajdonképpen a mi elvünk a semmiből valamit létrehozás, és ilyenkor kupakokat, hulladékokat, PET-palackokat, mindenféle kidobott tojástartóból készítünk játékokat és fejlesztő játékokat, illetve tárgyakat a gyerekek számára, közösen is kitalálunk.
csinálunk, tehát rengeteg fejlesztési és fejlődési lehetőség van ebben is az óvodák számára, illetve az óvodapedagógusok számára. A gyerekekben tudatosul az, hogy a hulladékból csinálnak játékot? Mindenképpen tudatosul, nagyon-nagyon szeretik ezeket a játékokat, és nagyon vigyáznak rá, tudják, hogy hogyan kell őket használni. A kis finom mozgásaikon, tehát ahogy csavarni kell a PET palackokat, például a memória játékokig, a gondolkodás, kognitív képességeket fejlesztő játékokon keresztül, nagyon-nagyon sok mozgásügyesítésre is vannak olyan játékaink, PET palackokat kikerülni például, tehát rengeteg ilyen játékot találunk ki magunk is, illetve továbbfejlesztünk olyanokat, amit látunk az interneten. A cél ugyanaz, környezettudatos nevelés, egészséges életmódra való nevelés, de az eszköz, a mód, a tanítási mód az más. Ilyenkor ki tudják cserélni a különböző gondolatokat? Az óvónőkre amúgy is nagyon jellemző, hogy szívesen cserélgetik a tapasztalataikat, úgyhogy én már most itt Balmazújvárosban is köszönöm a Nyitni Kék óvodának, mert nagyon sok hasznos ötletet, és egy nagyon jó dalanyagot is kaptunk, tehát még a hangi világba is bevezettek minket, úgyhogy én ezt elviszem téglásra, amit kaptam, és még ezután lesz lehetőség, hogy elmondjuk, hogy mi hogyan neveljük környezettudatosan tégláson a gyerekeket. Ez egy folyamatosság, a minden napokba beépül, a napokban, minden percben, minden órában felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy a környezetünkre nagyon vigyázni kell, a gyönyörű környezetbe, a fákra, a növényekre, az állatokra. Rengeteg ilyen kis túrát tervezünk, ahol állatokkal ismerkedhetnek meg, tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek természetbe is megismerkedjenek, az őket körülvelő környezettel. Én úgy gondolom, hogy ha óvodában ennyire mélyen foglalkozunk a környezeti ismerettel, a környezettudatos magatartás kialakítására, minden napjainkat áthatja, a szülőket is bevonjuk ebbe a folyamatba, akkor megerősítést kapnak a gyerekek, és bízunk abban, hogy elvetjük bennük a csirát, az, hogy vigyázzanak a környezetükre, az állatokra, figyeljenek a környezetükre, hogy meg tudjuk menteni a környezetünket, a földet, mint ahogy ma is volt szóra az unokáinknak. Több óvodája van Balmazújvárosnak. Mindenhol mások a természeti adottságok. A többi tagintézmény, illetve a református óvoda gyermekei el tudnak jönni ide a Nyitni Kék óvodába? Igen, meghívjuk őket, hogy ha lehetőség megenged, itt vannak közöttünk minden óvodából. 6 fővel vagy 8 fővel is részt vesznek ezen a játékos vetélkedőn. Minden városban minden óvoda más. Téglási szemmel hogyan tetszik a Balmazújvárosi Nyitni Kék óvoda? Nagyon-nagyon megtetszett az a külső környezet, amiben ez a Nyitni Kék óvoda található. Ez a Kadarcsi Park, ha jól emlékeztem itt a kollégáim, amit mondtak. Ez olyan lehetőségeket ad egyébként az óvónők számára, ami nálunk tégláson nem tud megvalósulni. Nekünk is gyönyörű, szép, tiszta, rendezett és egy nagyon új korszerű óvodánk van. Ez teljesen más. Ez bevezet a zöld világba, a növények, a állatok, a rovarok világába, úgyhogy gyönyörű, szép. Ne törlük ki az ágait! És nem fogod letörni a kalandát? Nem. Megígéred neki. Igen. Örülök neki. Nekem azt csukta, hogy beváltjuk ki. És meg fogod neki ezt fogadni? Megígéred neki? Igen. Örülök. Nekem is ugyanaz. Csukta, hogy ne lábjuk ki. Jól sikerült a szakmai előadás is. A kölcsönös tapasztalatcserét szeretném nagyon kiemelni, amit várok majd, hogyha visszamegyünk a műhely munkák után, amikor leülünk, és a zöld óvodáknak a tagjai elmondják, hogy ők hogyan valósítják meg a zöld óvodai programjaikat, mert nagyon sokrétűen, nagyon színesen lehet ezeket a dolgokat megszervezni az adott intézményben.